Erzsébet, hányfajta borsicsmersz Magyarországon? Hát, hogyha nagyon megszütyongasz, akkor 5 és 10 között, mert tulajdonképpen csak azokat ismerem, amiket szeretek. Így van. Hát én megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy cserszegi fűszeres is létezik. Hát persze, hogy azt tudom. Én kérlek szépen, én 22 éves voltam, amikor először ittam alkoholt. Szóval úgyhogy tényleg nekem fogalmam sincsen. De ennek csak az a lényege, hogy kis Ágnes elment, és megkereste azt a hölgyet, akinek az édesapja tulajdonképpen kifejlesztette ezt a bort, úgyhogy hallgassuk meg szeretettel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunkban a cserszegi fűszeresről fogunk beszélni. Mi is ez a cserszegi fűszeres? Hát mondtam, hogy magyar kultúra, hát annak a része a borászat is, hiszen ez egy híres bor. És akivel beszélgetek, az Bakonyi Judit. És miért is veled beszélgetek, Judit? Elmondanád a kedves hallgatóknak? Igen, hát Bakonyi Judit vagyok, üdvözlöm a hallgatókat. Én dr. Bakonyi Károly lánya vagyok. Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő, Magyarországon több fajtája van, de a cserszegi fűszeres, ahogy Ági említette, a legsikeresebb fajtája volt, és nagyon szépen terjed már az országban. Na, akkor beszéljünk arról, hogy miért olyan jó ez a cserszegi fűszeres. Amikor az édesapád elkezdte kinemesíteni, akkor mi volt a célja ezzel? Milyen fajtára volt szüksége? Hát sok olyan fajta van, ami már október-novemberbe érik be. Édesapámnak az volt a célja, hogy olyan fajtákat nemesítsen, amit már korán, akár augusztus végén, szeptember elején már szüretelni lehet, és hogy a fagynak és mindenféle kártevőknek ellenálló legyen. És ez nagyon szépen sikerült a cserszegi fűszeres fajtájával. Cserszeg Tomajon nemesítette 1960-ban és 1982-ben lett államilag elismert fajta. Az állami elismerés is egy sok éves folyamat, de 1980-ban már az állami elismerés előtt Ljubljanában 1200 bor közül nagy díjat szerzett a cserszegi fűszeres, és 1998-ban Angliában 7500 fajta közül pedig az év fehér borát nyert el. Nagyon büszke volt erre a két elismerése édesapám. Hát lehetett is. És Angliában hogy nevezték? Hát a Kimondhatatlan nevű bornak, és így forgalmazták a kis címkéjén, egy hölgy és egy úr beszélget, és megkérdezi a hölgy az úrtól, hogy te is ezt szereted, ezt a Kimondhatatlan nevű bort, és így már könnyebben forgalmazható volt Angliában is. Tehát ha Kimondhatatlan nevű bort talál valaki ma a polcokon, akkor valószínűleg az a cserszegi fűszeres. Így van. Cserszeg Tomaj, áruljuk el, hogy ott van Keszthely mellett, tehát a Balaton sarkánál. Igen, igen, itt van a Balaton sarkánál, és tulajdonképpen édesapám 1947-ben került ide Cserszeg Tomajra telepvezetőként, csak később kezdett el az 50-es évek végén, 60-as évek elején a nemesítéssel foglalkozni. Na, térjünk vissza még a cserszegi fűszeresre, hogy ez milyen keresztezésből keletkezett, meg honnan lehet azt tudni, hogy ez ennyire ellenálló. Erről egy kicsit megmesélnél nekünk? Hát igen, édesapa az Isai Olivér és a Tramini fajtákból keresztezte és cserszegi fűszeres néven hozta ki. Hát tulajdonképpen azt nyilatkozta egyszer, hogy ha tudja, hogy ezzel a névvel milyen szellemet elget ki a palacból, milyen vitát vált ki, akkor nem így nevezte volna el. Igen, mi baj volt a névvel? Hát a névvel tulajdonképpen az volt a baj, hogy német és angol nyelvterületen, hogyha már a szőlészek, borászok ugye kiviszik külföldre a fajtát, a palackozott borokat, akkor nagyon nehezen mondják ki, és ezt hát nagyon jól és ügyesen megoldotta az, hogy Barolus Blanc-ként forgalmazzák most külföldön, vagy fogják majd forgalmazni, úgy tudom. Na, tehát akkor ha valaki Carolus Blanc néven lát valahol magyar bort, akkor az nem más, mint a cserszegi fűszeres, de hát mi magyarok csak emlegessük továbbra is cserszegi fűszeres néven. No, akkor az édesapádról mesélj, hogy mikor született ő, meg hogy került ő a szőlőnemesítés közelébe?
1921-ben született édesapám Csopakon, hát tulajdonképpen ott egy gyönyörű szőlővidéken, mindig azt szoktam mondani, hogy szőlőbe születtem, ott is szeretnék meghalni. Egy 7 gyerekes vincelés családnak a 6. gyermekeként, 4 fiú és 3 lány született a családban, és mind a 4 a szőlővel és a borral foglalkozott az iskolák befejeztével. Ez én nagyapám, Bakonyi István, a Ranolder püspöknek a borászata Csopakon volt, és ott volt Vincellér. És onnét kerültek Cserszeg Tomajra édesapáék, és ott kezdte a nemesítést, a cserszegi fűszerest, de nem csak a cserszegi fűszerest, a szakmában úgy szokták ők nevezni, hogy olyan szőlőnemesítő dr. Bakonyi Károly, aki nagyon sokféle fajta szőlőt nemesített, volt nem csak borszőlője, csemeges szőlője, mag nélküli fajtája. Akkor még azt kérdezném tőled, Judit, hogy az utóélete az édesapád munkásságának, hogy Cserszeg Tomajon van esetleg emléke? Igen, hát Cserszeg Tomaj érzi a legjobban azt a súlyt, hogy tulajdonképpen édesapám milyen nagy művet tett le az asztalra, és ennek kapcsán Cserszeg Tomaj önkormányzata támogatásával utcát avattunk, Bakonyi Károly utcát, cserszegi fűszerestér is ugyanúgy Cserszeg Tomajon van, és 2016-ban volt, az is egy nagyon szép esemény volt, emlékszobát avattunk a helyi Konkastély Múzeumba, és ami még nagyon fontos, hogy a Magyar Értéktárba bekerült 2016-ban az ő életműve, tulajdonképpen ugye az értéktárak azért jöttek létre, hogy a magyar értékeket összegyűjtsék, és azzal hirdessék magyarságtudatunkat, és nagy büszkeség, hogy édesapám is ezek között az értékek között szerepel 2017 És akkor óta. Azt áruljuk el, hogy ez a Magyar Értéktárba bekerülni, ez a Hungarikum megnevezés előszobája, ugye? Igen, tulajdonképpen már csak egy lépcsőfok, hogy édesapám életműve bekerülhessen a Hungarikumok közé. Ez nagy álmom és vágyam. Jó, és édesapádnak árszpolitikája is volt. Igen, hát 88 éves korában nyilatkozta, az ő életfilozófiája mindig az volt, hogy hinni kell, hit nélkül nem szabad semmibe sem fogni. És azt kérdezte tőle a riporter, hogy tulajdonképpen hogyan gondolja ezt, fejtse ki. Hát kimásztunk mindenből, én mondjam meg 88 évesen az embereknek, hogy higgyenek a jövőben, mert annélkül nincs. Mert hinni kell, hogy ebből ki fogunk mászni, hogy van még jobb, és lehet jobb is. Mi magyarok itt élünk több mint 1000 éve egy szláv tengerbe, és itt maradtak őseink is. Kárpát-medencét választották. Ők nagyon okos emberek voltak, tudták, hogy hova helyezzék el. Itt voltunk mi 1000 évig, és itt leszünk még 1000 évig is. Higgyünk abba, hogy lesz még itt szebb és jobb jövő. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a beszélgetést. Kedves hallgatom, a Tölcsöpelára FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és kis Ágnes beszélgetett Bakonyi Judittal, és borászat ügyben, mondjuk Ákit majd megkérdem, hogy hol lehet egyébként ilyet kapni, mert én bevallom őszintén, hogy nem emlékszem. Katalin, te emlékszel az ilyesmire, cserszegi fűszeres? Hát nem, az írsaiakat ismerem, de nem ezt, de hát majd körülnézünk, mikor hazamegyünk. Körülnézünk.